Ők azok a fiatalok, akik vármegyénket képviselték az 52. országos elsősegény nyújtó versenyen ifjúsági kategóriában, és ők azok, akik eredményes szereplésükkel, kiemelkedő tudásukkal, harmadik helyezést értek el a korán sem könnyű, több mint hat óra hosszán át tartó megmérettetésen, az első nyújtó versenyen a fiataloknak elméleti és életszerű helyzeteket szimuláló feladatokat kellett megoldaniuk összehangolt munkával, egymást segítve a csapattagoknak. Ez leginkább a lélek jelenlétre, én úgy fogalmaznék elsősorban, mert ilyen szituációval találkoznak a való életben is. Tehát ez az egész országos verseny, élethelyzetekből lett kicsipegetve végül, és tehát olyan szituációkat járt, láttunk el, amikkel mentősök néznek szembe. És, és itt a tenni vágy és a segítőkészség szerintem a legfontosabb, és nekünk ezt tette most próbára. Az eredményes szereplés mellett rengeteg élménnyel is gazdagodtak a diákok a Kecskemétán megrendezett országos döntő során. Végig nagyon elvesztem, egy teljes adrenalin volt az elejétől kezdve, már a nyitó este is. Nagyon jó hangulatban telt az imitátorok által, nagyon feldobták a hangulatot mindenféle tánccal, kántálásokkal. Szerintem ők voltak, akik igazán tényleg felfogaszták a hangulatot, még annak ellenére is, hogy azért mindenképpen benne volt egy kis félelem, meg izgulás a versennyel kapcsolatban. De tényleg hatalmas élmény volt, és voltak kihívások, persze is voltak, amikor nehezebb feladattal álltunk szembe, de igyekeztünk csapatmódjára megoldani, és igyekeztünk, ha esetleg nem tudtunk valamit segítség, segítséget kérni a másikta, és szerintem ezt abszolút sikerült megoldani. A fiatalok felkészítésében a középiskola pedagógusai és az ifjúsági védőnő vállalt szerepet. Kajati Krisztina úgy véli, nem csak a versenyen van a hangsúly, hanem azon is, hogy a felkészülés során megszerzett ismereteiket az életben is kamatoztatni tudják a fiatalok, segítséget tudnak nyújtani bajba jutott embereknek. Éppen ezért fontosnak tartja az elsősegély nyújtás széles körű népszerűsítését is. Diákjai eredményes szereplésének hátterében pedig Hosszú hónapok munkája van, Benyben a Sáros Pataki mentőállomás munkatársaitól is segítséget kaptak. A verseny kecskemét főterén zajlott, egy 20 állomásos körpályán, amiből 8 kárhely volt, ahol az imitátoroknak köszönhetően nagyon látványos és élethű helyzetekben kellett helytálni a csapatoknak. Az értékelést pedig a, a, az országos mentőszolgálatnak a szakemberei végezték. Most az eredményhirdetés során már többször hangoztatták, hogy aki részt vesz egy ilyen versenyen, az már eleve győztes. A refibrillátorok csapatának azért mégis sikerült egy előkelő harmadik helyezést elérni, amit azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény, és innentől kezdve bátran mondhatom azt, hogy ők a, az éles helyzetekben is helyt fognak állni. Ezek a fiatalok a versenyszabályok szerint jövőre nem indulhatnak az első segélynyújtó versenyen, de imitátorként szeretnének ott lenni, hogy ne essenek ki a gyakorlatból, az oktatási intézmény pedig tervezi, hogy ugyan másik csapattal, de jövőre is megméretteti magát a versenyen.